közösen nemzeti himnuszunkat. Adi Endre a tűz csiholója. Csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek. S ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Az első emberi bátorság áldassék, a tűz csiholója, aki az ismeretlen lángra úgy nézett, mint jogos a dúra. Mint egy isten, hóban vacogva fogadta szent munkája bérét. Még ma is minden bátor ember csörgedezteti az ő bérét. Ez a világ nem testálódott tegnaphoz húzó ronypujáknak. Legkülönbb ember, aki bátor, s csak egy külön van, aki bátrabb, s aki mást akar, mint mi most van. Kényes bőrétgyáván nem óvja, mint ős ősére ütött Isten, a fölséges tűz csiholója. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves gyöngyös halásziak, kedves barátaim! Egy tavaszi pénteki délutánt szeretnék felidézni. Ezen a május 10-i pénteki délutánon az óvodában egy jótékonysági palacsintás délután volt. Mindenki jól érezte magát, gyerekek, szülők, óvónénik, mindenki játszott, egy csodálatos, szép, kellemes nap volt. És ezen a délután csöngött a telefonom, tehát még egyszer május 10 péntek délután, és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr hívott. Feri, gratulálok, megnyertétek az egészségház pályázatot. Hát akkor is ott nehezen szólaltam meg. Tisztelt hölgyeim és uraim, Szent István király, államalapító Szent királyunk ünnepéhez kapcsolódva történelmi léptékű esemény van most Gyöngyös halászon. Egészségház alapkületétele. Erre gyűltünk itt össze, ezen a szép nyári délutánon. Ez mindenki számára ünnep. Sőt, nyugodtan mondhatom, ilyen léptékű beruházás a csatornázás óta nem volt Gyöngyös halászon. És itt kénytelen vagyok azt is megjegyezni, úgy halkan, hogy itt, ha megyünk tovább fölfelé, a parókia és a templom épületét is már elkezdjük felújítani, és az egészségház építésével együtt ez több mint 110 millió forintos beruházás itt Gyöngyös halászon ebben a második fél évben, illetve az átnyúlik a következő év nyarára is. Az elmúlt napokban többen megkérdezték, miért kell új egészségház. Hát 3 év kemény munkája után ezt nagyon nehéz néhány mondatban elmondani,
Mondjuk, aki a orvosi rendelő állapotát ismeri, az eleve nem kérdezné ezt meg, hogy miért kell új. A régi nagyon elavult, korszerűtlen, rossz állapotban van, felázott, salétromos. Ráadásul az elmúlt ciklusban volt egy rossz döntés, amikor ezt az épületet eladták, és most komoly bérleti díjat fizet az önkormányzat és a használói, összesen 160 ezer forintot havonta. Az újat is szerettek volna építeni az előző ciklusban. A cél az volt, hogy a községházának az épületében alakítják ki az orvosi rendelőt. Az összes munkálat, felújítás, külső átalakítás, tetőfelújítás mind-mind engedély nélküli munka volt. Én úgy gondolom, hogy ha az állampolgároktól megköveteljük a jogkövető magatartást, akkor az önkormányzatnak abban példát kell mutatnia. Ilyen munkákat elvégezni csak is engedéllyel lehet. Az engedélyeztetés az épületnek a fennmaradására egyébként folyamatban van. És jött a pályázat. A pályázati lehetőség, hogy egészségházat, egészségházaknak a felújítását fogja támogatni a kormány. A társadalmi egyeztetés időszaka után elkezdtük építeni, elkezdtük elkészítetni a rajzokat, építési engedélyeket, és úgy döntöttünk, hogy a régi iskola, óvoda helyére fogjuk ezt építeni. Megjelent a pályázat, és nagyon lerövidítem, az elmúlt hetekben aláírtuk a támogatási szerződést, 60 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Gyöngyösház önkormányzata az egészségház építésére. Van benne egy kis kellemetlen dolog is, mert a pályázat a gyógyszertár építését egyáltalán nem támogatta. Kedves gyöngyösharásziak, azt is megkérdezték, hogy miért itt épül. Lehetett volna máshová is? Hát lehetett volna, ha az előző ciklusban nem adják el 10 forintért azt a másik építési telket a játszótérnek a másik oldalán. Időközben azt visszaperelte az önkormányzat, de mivel hogy haladni kellett folyamatosan, pályázathoz kapcsolódni kellett a rajzoknak az elkészítésével, ezért nem maradt más lehetőségünk, mint ez az építési telek, ahol most jelen pillanatban állunk. Kedves barátaim, 3 év munkája van mögöttünk, és 1 év építés előttünk. A közbeszerelés lezajlott, a kivitelező a Beba Kőépítő Kft. Konzorcium, és a tervező nevét is szeretném megemlíteni, Dér Ferenc. 2014 nyarán az új egészségház átadásra fog kerülni, és akkor önökkel ugyanitt ismét találkozhatunk. Köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm, hogy meghallgattak, és szeretném megkérni Szabó Zsolt, országgyűlési képviselő urat, 60 város polgármesterét, hogy ossza meg gondolatait Szent Istvánról, államalapításról, Heves megye fejlesztéséről és a térség pályázati lehetőségeiről. Kedves gyöngyös halásziak! Szent István gondolatával kezdve, mit a kard megszerzett, a kereszt tartja azt egyben. Ez a gondolat, ez az építő gondolat az elmúlt 1000 évünket jellemezte, és ma is ezt jelenti. Ezt jelenti magyarnak lenni, ezt jelenti talpon lenni, és ezt jelenti előre gondolkodni. István királyunk jövőt épített. Ő volt az első szent királyunk, ő megteremtette azt az országot, ami miatt ma is itt lehetünk, és ma is építhetünk. Mit jelent Gyöngyös halásznak egy ilyen épület, egy ilyen építmény? A jövőt. Az a település, az a falu, ami valamiből újat képes létrehozni, ami magasabb színvonalat tud nyújtani bármiben is, annak a falunak jövője van. Mint ahogy az elmúlt 1000 évben is itt állt halász, a gyöngyös halásziak mindig is megdolgoztak azért, hogy itt lehessenek, most a jövőt építése, a jövőt rakja le, alapozza meg ez a település. Egészségügy. Lehet kérdezni, miért van szükség új egészségházra? Nehéz azt elmagyarázni, vagy megmondani, hogy lehet
egészséges népről, egészséges emberekről beszélni, olyan épületben, ami maga nem egészséges. Hogy lehet példát mutatni az egészségre nevelésről gyermekeinknek, hogyha olyan épületben tesszük ezt, ami nem megfelelő. Az, hogy az jelen pillanatban megvalósításra kerülő egészségház 100% támogatást élvez, az is mutatja, hogy milyen fontos kormányunknak, hogy egészséges nemzet legyen, és mindenki megkapja azt az egészséges ellátást, mindenki megkapja azt a szolgáltatás színvonalat, ami neki jár. Hiszen mindannyian megdolgoztunk, ez a közös pénzünkből van ez az egész épület. Én azt kívánom a településnek, azt kívánom önöknek, hogy nagyon sok ilyen épületet tudjanak még építeni, hiszen azáltal szebb a falu, ez az épületet nem lehet innen elvinni, nem lehet odébb tenni, ez nem lesz más településé, ez mindig is a Gyöngyös Halászyaké lesz. Öröm dolgozni olyan település vezetéssel, aki így gondolkodik, és István királyunk nyomdokain haladva szebbé, jobbá, lakhatóbbá teszi a falut, lakhatóbbá teszi a települést. Adjon az Isten energiát ahhoz, hogy az épület mindenelőbb megvalósuljon, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy amikor beteszi a lábát hozzánk a mester, akkor azon imádkoztunk előtt, hogy minél gyorsabban jöjjön, hogy a munka elkezdődjön, viszont amikor ott van, akkor meg azon imádkozunk, hogy ja Istenem, menjen már odébb, legyen már kész az épület. Én nagyon bízom benne, hogy nem jövő nyár, hanem jövő tavaszra megépül ez az épület, és egészséggel tudják a Gyöngyös Halászyaké ezt használni. Adjon az Isten, még egyszer mondom, erőt, energiát ehhez, és azt kívánom, hogy minél több ilyen nyertes pályázatuk legyen, hogy szebbé és gyönyörűbbé legyen a településük, érdemes legyen a fiataloknak itthon maradni. Köszönöm szépen! Szeretném megkérni a tervezőt és a kivitelezőt, leendő kivitelezőt, hogy segítsenek, egy időkapszulát szeretnénk itt elhelyezni, és az alapkőletételnél szeretném megkérni a országgyűlési képviselő urat, Szabó Zsoltot, hogy ezt a kapszulát helyezzük együttel. A világi vezetők után most szeretném én is átvenni a szót, hiszen ha lerakunk egy alapkövet, akkor kérjük a Jóistent, hogy legyen rajta az áldása is. Ezért most én ezt az áldást szeretném elvégezni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr a mi segítségünk, aki az eget és a földet alkotta. Az Úr legyen veletek és a te lelkeddel. Könyörögjünk, megváltó Jézus Krisztus, te vagy életünk alapja és szegletköve, te irányítod és vezeted népedet az üdvösség útján. Végtelen szereteteddel áld meg és szenteld meg a Gyöngyös Halászi Egészségház alapkövét, amelyet most leraktunk. Ezen alapkő legyen jele annak a komoly elhatározásnak és kitartó akaratnak, hogy az épület, amely a kövösség javát, előrehaladását és szolgálatát lesz hivatott ellátni, időben,
hiánytalanul és a település arculatát szebbé téve mielőbb megvalósuljon. Isteni akaratot segítse és áldja meg mindazok szándékát és munkáját, akik részt vállaltak és részt vállalnak az épület megtervezésében és kivitelezésében, hogy munkájuk eredményes és gyümölcsöző legyen, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel együtt most és mindörökkön, örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Utasi József, Magyarország. Világ világa, szerelem kápolna virága, nekem édes egyetlenem, hazám, te drága. Kérdezd illéskocsisomat, honnan menny dörögé fogat. Miért is tértem meg, vissza hozzád, mind kiforgatva sírodat, Magyarország. Én a te fényed, napkeleti vőlegényed, kit elcsaptak a háztól csúnyán, én itt fekszem rád virradva, pannon melled málnás csúcsán, hogy combjait holtágában ülnék tort kesergőn. Hadak csillagporos útján pirosra vált kendőm. Ha százszor is kitagadnak, én temetni el nem hagylak, kihívón keresztbe fektetlek a síron, sárik szomorú fűzhajat tíz ujjal vidítom. Micsoda kilátás nyílik tűzhányó melleidről. Vakon is látom. Én az oltár előtt, te az oltár mögött, virágom. Úgy ölelsz át, sejtjeim fájnak, hátadba körmeim holdvilág árkot vájnak, ezer egy fényévnyi sáncot mai, holnapi bizáncok ellen, hogy védd magad, szerelmem. Szerelmem kápolna virága, nekem édes egyetlenem, világ világa. Elnézést, hogy még egyszer egy kicsit magamhoz ragadom a szót. A mikrofon és a alapkő a letételre került. Ez az épületnek a dél-nyugati sarka. Ettől önök felé egy parkoló lesz kialakítva. Amögött pedig még mindig van hely parkosításra. Az épület erre lesz tulajdonképpen valójában ugyanazon a helyen, mint valamikor az alsó iskola volt, az öreg iskola volt. Körülbelül egy 300 négyzetméteres. Ez a hely, hol állok, ez már a mozgássérült rámpa felhajtó lesz. Reméljük, hogy mindenki örömére fog megépülni, mindenki egészségére az egészségház. Köszönöm. Kedves vendégeink, ezzel műsorunknak ez a része véget ért. Megkérem önöket, hogy most jöjjenek fel a templomba, hiszen a Szent István napi szentmisét tartjuk ma délután, ezt követően pedig kenyér szentelés, kenyér áldás lesz a plébánia előtti téren. Tehát szeretettel várjuk önöket a szentmisére. Thank you.